Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat. Engem is megölsz, hogy beteljesedjen Isten akaratát. Most örültök, de sírni fogtok. Ne felejtjétek, mit mondtam nektek. Az ember fiának sokat kell szenvednie, megölik, de harmadnapra feltámad. Yeah.
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, hiszen övék az Isten országa. Mert higgyétek el, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, nem mehet be abba. Aki gyermeket fogad be az én nevemben, az engem fogad be. Aki befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. A legkisebb köztetek, a legnagyobb. Kifelé, takarodjatok Isten házából, írva van az én házam, az imádság háza, ti pedig rablóbálanggá tetszétek azt. Ostorral lőzött ki minket a templomból, pedig mi fizettünk a helyünkért. Feldöntötte asztalainkat. Végre feltette galambjainkat. Szétszaladtak az állataink. Kitéríti meg kárunkat. Úgy van, úgy van. Minden látunk. Gondoskodni fogunk ügyetekről. Hallatnak, mit cselekszik ez az ember? Királynak tartja magát. Követői szaporodnak. Ennek az embernek meg kell halnia! Keresztre vele! Keresztre vele! Hívjuk a szükségeket! Keresztre vele! Tudod, mit kell tenned? A jutalmad érte. Minél hamarabb. Mi ott leszünk veled. Jöjjetek! Minden készen áll a vacsorához! Fogyasztuk el ezt az ünnepi vacsorát, mert utolsó számunkra egy napolgat minden. Jöjjetek! Jöjjetek! Vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. Uram, ez nem történhet meg veled! Barátaim, már csak egy kis ideig vagyok veletek. Keresni fognak engem, de hova én megyek oda, ti nem jöhettek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. A nemzetek királyai uralkodnak a népeken, és akiknek hatalmuk van fölöttük,
jótevőknek hivatják magukat. Uram, te meg akarod mosni a lábamat? Amit most teszek, azt most még nem érted, de később majd megérted. Te nem fogod megmosni az én lábamat, soha. Ha meg nem mossak, nem vagy közösségben velem. Uram, akkor mosd meg az arcomat és a kezemet is. Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a legkisebb. És aki elől járó, legyen olyan, mint a szolga. Mert ki a nagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy az, aki felszolgál? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Gyertek, fogyasszuk el a vacsorát. Mesteretek, példát adtam nektek a lábmosással. Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Viseljétek el egymás szeretetben. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Csak nem én vagyok az uram. Ki az, akiről beszélsz? Uram, ki az? Az, akinek a bemártott kenyeret adom. Ő árul el engem, jobb lett volna, ha meg sem születik. Mester, ez nem lehet, ez nem én vagyok, ugye nem? Tedd meg minél gyorsabban, amit tenni akarsz. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesző. Csak akkor tudjátok hozni a szeretet gyümölcsét, ha bennem maradtok, ha az én lelkem lakik bennetek. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Nem mondalak titeket szolgáknak, barátaimnak mondalak titeket, hiszen mindent átadtam nektek, amit az atyám rám bízott. Majd ha már nem leszek köztetek, ti is ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Elmegyek atyámhoz, hogy helyet készítsek nektek. Uram, mutasd meg nekünk az atyát! Aki engem lát, az látja az atyát is, hiszen én és az atya egyek vagyunk. Uram! Az emberek nem értenek meg téged, és minket sem. Az emberek gyűlölni fognak titeket, mert hozzám tartoztok. De ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. A lelket nem tudják bántani. Elmegyek atyámhoz, és elküldöm nektek a lelket, aki megerősít benneteket. Menjünk. Közeleg a sötétség órája.
Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjjelen. Uram, a többiek meg is botránkoznak, én soha. Bizony, mondom neked, reggel mielőtt a kakas megszólál, háromszor tagadsz meg engem. Ha meg kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Mondom nektek, meg kell valósulni, amit az írás mond, és a gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik. Várjatok itt, keresek egy helyet imádkozni. Péter, Jakab, János, gyertek velem. Virrasszatok és imádkozzatok értem. Atyám! Nem bírom. Elfáradtam. Tudom, hogy elérkezett a szenvedés ideje. Tudom, hogy ez lesz az a cselekedet, amely minden ember kiszabadít a bűn rabságából. De így is olyan nehéz. Atyám! Tedd el tőlem ezt a kertet! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Péter, ébredj fel, egy órát sem tudsz vírasztani velem. Uram. Atyám, készen állok. Legyen meg a te akaratod. Sokkal árulod el az ember fiát. Kit kerestek? Anna Zálepi Jézus? Én vagyok. Mint valami rabló ellen úgy vonultok kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta a templomokban voltam, és imádkoztam, tanítottam, mégsem fogtatok el. De ez a ti órátok, a sötétség órája. Péter, tedd vissza a füvejébe kardodat, aki kardot ragad, az kardáltal vészel. A Názáretti! Vezessétek be! Előtte és a főtanács előtt felelsz tetteidért. Szabad, messze hallatszik az ország városaiban és falvaiban, és mindaz, ami hozzánk visszajutott, felháborította és megbotránkoztatta Izrael véneit. Mondd hát, mit tanítottál? Miért kérdezel engem? Magad mondtad, hogy messzire hallatszik a szavam.
Nyíltan beszéltem mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomokban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása volt. Titokban nem mondtam semmit. Kérdezt hát azokat, akik hallották tanításaimat. Hogy mersz így beszélni a főpappal? Ha rosszul szóltam, bizonyíts be, ha meg jól, akkor miért bántasz? Hallgass meg! Mi mindennel vádolnak! Mindenfelé az beszéli, hogy a törvényeket semmibe se vesed! Egy béna fiúnak megbocsátotta a bűneit. Megtéveszti az embereket. Nem érdemel más, csak azt, hogy... Kijelentette. Lebontom a templomot, és 3 nap alatt újjáépítem. Isten káromlás, gyalázat. Ezek vádolnak? Vagy a messiás? Te vagy a Isten fia? Igen. Én vagyok. Mostantól látni fogjátok az emberfiát, ahogy az Úrnak a jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Isten káromlás! Halálra! Káromkodott. Mi szükségünk van még bármi vádra? Halálra! Halálra! Tudjátok, hogy csak a római helytartó Pilátus engedélyével hajthatjuk végre az ítéletet. Még ünnep előtt, mielőtt felkel a nap, a helytartóságra visszük. Induljunk! Halálra! Halálra! Mivel vádoljátok ezt az embert? Védetek törvényeink ellen! Isten! Háromkó! A Isten fiának nevezte magát! Azért hoztuk, hogy ítélt halálra! Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte a saját törvényeitek szerint! De nekünk senkit se szabad megölni! Akkor ne öljétek meg! Elegem van a vallásotokból! A roma isteneknek nincs törvénye, csak szabadsága, de a ti istenetek gúzsba köti kezeteket, lábatokat, talán még az eszeteket is. Halálra adnátok saját népetek fiát, csak mert nem úgy gondolkodik, ahogy ti. Megalázd az istenünket, nekünk csak egyet az istenünk van, ez meg Isten fiává tette magát, meg kell halnia! Halálra! Halálra!
Mindenkinek azt hirdeti, hogy megfizessünk adót a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a császár. Azt is mondta, hogy ő a zsidó királya. Te vagy a zsidó király? Te vagy a zsidó király? Magadtól mondod ezt, vagy mások mondják neked rólam? Hát, zsidó vagyok én. A saját népet szolgáltatott ki nekem. Mit tettél ezért? Az én országom nem a világból való. Tehát akkor király vagy? Igen, király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ha, igazság. Igazság? Mi az igazság? Ne legyen gondod ennek az embernek a sorsával. Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. Nem találtam benne semmi elítélnivalót. Őt halálra kell ítélni! Halálra! Jó, de elhagyta a Galileát! Lárdása pusztítja a népet! Galileá? Azt mondtad, galileai? Hát akkor vigyétek Heródeshez, akkor ítélkezzen ő fölötte. Ismered a keleti titkos tudományokat? Ezek nagyon érdekelnek engem. Mutass valamit nekem. Valami csodát, valami pici-pici csodácskát. Mondjuk, tett láthatatlanná magad, vagy mit tudom én? Vagy valami könnyebb dolgot talán? Mondjuk, változtass borrá egy serleg vizet. Úgy tudom, már megtetted egyszer. Uram, ez az ember nem csodatevő, hanem gonosztevő. Lázító. Ez csupán egy bolond. Vigyétek vissza Pilátushoz, ítélkezzen felette ő. Ez csak egy bolond. Halálra! Bűnös! A bűn! Nem csinál semmi olyat, amiért halált érdemelne. Halál! Halál! Ha nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor a helytartó szabadon bocsássak egy foglyot. Elétek hozzatok Barabást! Hozzátok! Nos, válasszatok! Barabást vagy Jézust engedjen el? Barabást! De hát Jézussal mit tegyek? Tegyük keresztül! Keresztül!
Értsétek meg, hogy nem követett el semmi olyat, amiért halált érdemel. Engedjétek el! Korbácsoljátok meg! Rápolgál! 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Üdvözlés, zsidó királya! Csak nem fáradt el a nagy kicsőségben! Nem megy rendőr! Íme országon járt. Nem már király! Íme az ember! Halálra! Honnan való vagy te? Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy keresztre feszítselek, de hatalmam van arra is, hogy szabadon bocsássalak? Semmi hatalmat nem volna rajtam, ha a fölülről nem kaptad volna. Annak, aki engem kiszolgáltatott neked, nagyon babűnek. Ha elbocsájtod, nem vagy a császár barátja. A királyotokat feszítsen keresztre? Nincs királyunk, csak császárunk. Hozzatok vizet. Isten károsztó! Én mosom kezem. Ennek az igaz embernek a vére ontásában én ártatlan vagyok. Vére rajtunk? És a fiainkat? Vigyétek! Egyszer alá! Egyszer alá! Néhány ezüstért! Nyíltosan lettem az igaznak! Öljetek meg! Nem akarok élni! Meg akarok halni! Nagy az bűnötök, de az enyém is! Ezt már senki nem mossa le rólam! Itt a pénzetek! A názáreti vérének az ára! Ennél már a halál is jobb nekem! A mindenség a válladon, tusodva tép az ostor. Gyakorlva, halálra! Halálra! A halom bújtjára hajlanak, a Köszönöm szépen!
te! Gyere ide, mi a neve? Kérde, Simon vagy a kura! Te viszed tovább! A zsidók királya! Nézzétek! A messiástól! Szomjátom! Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Nem. Te, aki lebontod, és harmadnapra fölépítetted flamodat, szabadítsd meg magad, és akkor majd hiszünk neked. Bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Ha te vagy a megváltó, hát szabadítsd meg magad, és minket is. Nem kész Istentől? Mi tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem tett. Jézus, emlékezzél meg róla országodban. Hiszen mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Fiú, nézd! Ő a te anyád!
Hagytál el engem! Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Dude!
szenvedésével sokakat megigazultakká tesz, miben gonoszságaikat magára vállalta. Majd a véget ér testének szenvedése, majd a véget ér lelkének gyötrelme. Látni fogja a világosságot, ó asszony, akit a te méhed szűnt erre a földön. Össze-vissza beszélnek. Azt mondják, hogy feltámad. Látták őt és beszéltek vele. Képzelődés. Még arra sem emlékeznek, hogy milyen ruha volt rajta. Megnézem a sírt. Hihetetlen. Föltámadt volna? Persze, ne felejtsétek el. Beszélt arról, hogy fel fog támadni. Akkor viszont el kell jönnie. Valamikor biztosan találkozni fogunk vele. Mit gondoltok? Csak nehogy a főpapok gyorsabbak legyenek, mint ő. Az asszonyok igazat beszélnek! A sír üres! Föltámad! Kit fogtál? Elrejtettél? A mester maga volt a szeretet, ami köztünk járt. A szeretetet nem lehet megölni. Én hiszek benne, hogy valóban föltámad. Megmondtam nektek, hogy egy kis idő és újra láttok engem. Hallottátok, mit beszélnek az emberek? Hogy föltámadt a mester! De ez nem igaz! Én nem hiszem! Pedig így van, Tamás! A mester él! Nem tudom! Annyira nehezen tudom elhinni! Talán ha megérinthetném! Tamás, miért kételkedsz? Hát nem emlékszel arra, mi mindent tanítottam és tettem, még köztetek voltam. Én uram, én Istenem. Tamás. Azért hiszel, mert látsz engem. Boldog, aki nem lát, mégis hisz bennem. Engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Én minden hatalmat megkaptam a mennyben és a földön. Menjetek hát, tegyetek tanítványommá minden népet. A vigasztaló Szentlélek, akit az Atya küld, eszetekbe juttat mindent. Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig. Oh,
Szurkol! Szeretettel köszöntök mindenkit! Átjövök, megnézem, hogy mennyien dolgoztok itt ezen a tasjút. Úgy látom, hogy nagyon sokan is. Nagyon szépen meg szeretném köszönni. Elsősorban Ferenczi Katinak, hogy nagy szeretet vállalt. Sokat másik mikrofon. Nagyon sokat konzultált, nagyon-nagyon sok emberrel intézkedett. Rendezte ezt, rabot, kereste az embereket. Köszönöm napjunk nevében, nagyon sok munka volt a tapsióval. Meg is van az eredménye. Köszönjük, szép. Nem tudom, hogy folytatni, hogy... Köszönöm a szereplőknek, mindenkinek, a főszereplőnek, az apostolatnak, a katonáknak, Máriának, a Latoroknak, a Jobbnak, meg a Balnak, a Főpapoknak. Köszönjük szépen. Nem utolsó sorban köszönöm a zenészeknek. Nagyon-nagyon sokat gyakoroltak, külön is és együtt is. Ennek is nagyon szép eredményt láttuk. Van, aki Csongrádi, van, aki Szegedről jött. Köszönjük szépen a fát. Gyerekek, gyertek ide középre! A próbáltam, a gyerekek is ütöttek a sokszor. Több órán keresztül, hát fagyasztottak tulajdonképpen, mert azért hideg volt, és most is olyan ügyes tálkok itt voltak, eljöttek, nem értek meg az esőtől, mint esetleg sok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a tömegnek! Ha a tömeg csak keresztre feszik, és úgyhogy fontos szeretni, hogy nekik is köszönjük szépen a lelkesedést. Köszönjük a hangosítást! Ha valaki kihagytam, szóljon! Heródes, Barabás, Pilátus, Galambok, a Bárány, a Szamár, Veronika, a Birka, a Birkának is köszönöm. Az önkormányzatnak, a művelődési háznak súgjatok! Az asztalosoknak, a polgárőrségnek, a rendőrségnek köszönjük szépen a közreműködést.
A lakatosnak is köszönjük. Nagyon szépen, tehát ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon sok ember dolgozott. Köszönjük szépen, hogy ilyen jól sikerült, úgy gondolom, hogy majd tovább megyünk, és egy-két városban még előadjuk ezt a darabot. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot!